Csütörtökön reggel megnyitotta kapuit a város új élelmiszerüzlete, az Ófaluban 240 négyzetméteren várják a vásárlókat a Kossuth utcai Spárban. Az üzemeltetőt arról kérdeztük, hogy mi volt az előzménye az új üzlet megnyitásának, illetve miért éppen Spár lobogó alatt fognak működni. A Dózsatéri kisbolt volt a legrégebbi élelmiszer, volt Balatonfüreden, és hát az idő eljárt felette. Többször bővítettük, de igazából már mai kor követelményeinek nehezen felelt meg. És akkor gondoltuk azt, hogy mikor a önkormányzat megcsinálta ezt az ófalui beruházást, és terveztek bele élelmiszerüzletet is, ahogy megpályázzuk ezt az üzletet, és hát ezt a pályázatot meg is nyertük, és így költözött ide ez az üzlet. Hogy miért Spár? Tehát mivel magánkereskedőként nagyon nehéz megélni az embernek, tehát valami háttér kell, és úgy gondolom, hogy az egyik legjobb know-how-t azt a Spár adja Magyarországon, mind áruválasztékban, mint áruminőségben, mint promóciókban, tehát ami a piacot jellemzi, a Spár a élmezőnyben van. A régi kisbolt az csak alapvető élelmiszereket árult, itt viszont kibővítettük a zöldséggyümölcsel, kibővült friss pékséggel, kibővült hús- és baromfiárúval, persze előre csomagolttal. Az egyéb termékekben, amit a másik boltban is árultunk, ott pedig ilyen 6-8-szoros választékszám növekedés volt, amivel több áruval várjuk a vásárlókat. Természetesen rákérdeztünk az árakra is, hiszen erre a legérzékenyebbek a vásárlók. Azt gondolom, hogy minden üzletnek megvan a saját ár összetétele, mint ahogy ár összetétele is. A Spár annyiba különleges, hogy neki a legolcsóbbtól a minőségi legdrágább termékei is vannak. Ettől, tehát ha abból indulok ki, hogy egy esbücsés termék az árba felveszi a versenyt bármelyik másikkal, de mellette a minőségi termékekkel is a választékban vannak. Tehát azért csináljuk mi ezt, mert valljuk azt, hogy amit a Spár is val, hogy a minőséget szeretem. Az új Spár elsősorban az Ófalu ellátását biztosítja, az itt élőknek jelent könnyebbséget, megközelítése autóval is lehetséges, de ha a Kossuth utcában épp nincs szabad parkoló, az épületek alatti mélygarázsban lehet elhelyezni a gépkocsikat. Itt április 1-től ugyan fizetős lesz a parkolás, ám az első két óra ingyenes, ráadásul az új Spár a garázsból lifttel is elérhető. Hétköznapokon reggel 6:30-tól délután 6 óráig, szombaton 6:30-tól 13 óráig, vasárnap 7-től 12 óráig tartanak nyitva. Azt azonban Polyák Sándortól megtudtuk, hogy ünnepnapokon zárva lesznek.